rengeteg olyan dolog, hogy, tehát olyan dolgokat tettek velem emberek, amit, fú, egy kicsit kemény volt, igen, és egyszerűen, tehát van egy barátnőm, aki így az energiákat látja. Aha, hát az is lehetőség. Igen, és ő azt mondta, hogy én nem vagyok ilyen yin-yang, mert akit így, pofán kéne vágni, vagy valamit, én egyszerűen nem tudom. Tehát mindig, tehát én valahogy, én azt is szeretem, akit kell, nem kéne. Tehát... Az figyelj, az, én erre azt tudom mondani, hogy, valakinek kicsi szíve van, valakinek nagy szíve van. Hát igen, ilyen, ez most így csak én, nagyon beleélem magam ezekbe a bántalmakba, és hát rettentően érzékeny vagyok különben. Tudom, hiperérzékeny, ahogy én is tudom. A látszódott, amúgy a nézésedből is látszódott, mert van egy ilyen távolságtartás benned valamilyen szintig, hogy szereted az embereket, de hogyha bekerülsz egy idegen közegbe, akkor viszont ez a 20 lépés távolság néha megmarad. Hát igen, de hát ez elég hamar különben. Figyelj, teljesen normális, és nagyon egy mocskos felállítom van ilyen, de azért nem azt mondom, hogy, sok jó ember van, de ki lehet azért fogni tényleg. Az a lényeg, hogy mindig legyen a, fizikai síkon nagyon fontos. Én, ahogy észrevettem, a fiataloknak is ez a baja, legalább egy, olyan tanítót kell, hogy legyen, vagy olyan példaképet, aki, vezet téged, aki a, földhöz szögez, és elmagyarázza neked, hogy hogyan éld a mindennapjaidat, hogy a szellemvilág szabályait, törvényeit, mert ugye a szellemtan nagyon fontos, én, is erre utólag jöttem rá, arra tudunk építeni, tudod? Mert a földi törvények is valamilyen szinten benne van. Az olyan, mint a, magyar törvénykönyv, tudod, hogy ezt is ezt nem szabad csinálni, levágják a kezed. Igen, nem csak benne még az is benne van, hogy, jó, hogy, kell tanulni ezeket a dolgokat, de tulajdonképpen azért jöttünk le erre a földre, hogy tapasztaljunk. Igen. És most, azt látom, hogy azért úgy megváltozni sem szabad, hogy csak, a, hogy mondjam, a fátyolnak a, túloldalára nézek. Tehát tulajdonképpen ez itt vagyunk. Azért, sőt, a fizikai síkot olyan szinten meg kell írni, hogyha nem éred meg, akkor visszaküldenek. Tehát 50%-ban meg kell felelni a fizikai síknak, 50%-ban csak a szelleminek. Tehát nem szabad elszállni, hanem minden vágyunkat, tapasztalatokat a fizikai síkon ki kell írni. Mindent. Mert ismerek olyan látott is, akitől tulajdonképpen visszavették. Tehát vannak. Van, bizony. De én van. Is látok, én könyörögtem annak, hogy vegyék el a látásomat, és rájöttem, hogy valamilyen szinten. Figyelj, a médiumok egy része nem okkal kapja meg fiatalon a látását. Mert azért 40 év alatt a mai világban azért elég az még fiatal, tudod, mire gondolok. Így szellemi, meg anyagi szemmel is nézve. De önzőség lenne azt mondani, hogy most nem akarjuk a látásunkat, ugye azok, akiknek már ki van jelölve életekkel ezelőtt. Ez hát nekem két évvel ezelőtt, én nem, könnyű, de életük vagyunk, és, ezt sokan, én nekem van egy, 17 éves lány ismerősünk, és ő tipikusan benne van a kamaszkorban, és ő nehezen éli azt meg, hogy ő azért jött, hogy ő egyrészt médium energiákat közvetítsen. Ő úgy van vele, hogy, ő éli mindennapjait, ami nem is lenne probléma, csak neki ő feladattal jött, nem is egy feladattal, komoly feladatokkal is, és nem. Hát ez nem az, hogy... Nem, én azt mondom, hogy van benne egy ilyen összezavarodottság, egy ilyen összezavarodottság, mert aki van a kamaszkor, vagy a kamaszkor az egy problémás időszak. Szerintem tök mindegy, hogy kamaszkorban jön ez, vagy, bármikor. Én is egy kicsit most meg vagyok zavarodva, hogy most akkor ez micsoda, akkor ez most... fura dolog. Tehát nekem, mondom, két évvel ezelőtt nekem azt mondták, hogy nagyon-nagyon meg fogok változni. Hát, és ő is kezdte mindenek energetikailag, az aura rendszered is elkezdte egy tisztulni, és egy erőteljesen tisztulásunkhoz keresztül menni, mert a Földön tisztulás várható erőteljesebben, a krisztusi energiák nyomulnak előre, negatív energiákat azokat megsöprik ki, ugye, és ezt nevezik kristályosodásnak, most akik benne vagyunk ebben, hogy annyit jelent, hogy a kristályok, amik Földön vannak, anyagi formában szépen a felszínre kerülnek,
és az újkor gyermekei, és akik még itt vannak, és tiszta életet élnek, azok átmennek ezen a tisztuláson, kristályosodáson sokan, és közben emeljük a többieket. Uh-huh. Szóval ebbe te is nyakik benne vagy. Szóval, és sokan azt mondják, én nem akarom, mert kétségbe vannak esve, és itt a baj, mert valaki nem tudja ezt kezelni, ezt az átalakulást, mert sok fájdalommal jár. Benne van az is, hogy aki nem látott, az elkezd látni. Aki anyagban élt, az elkezd megtérni. Mindenkinél más, de ez egy nagyon egy fájdalmas időszak mindenkinél van ilyen szinten. Mindenki az élete van, melyik területén megszenvedi. Vagy párkapcsol, vagy egy házasság tönkre megy, vagy egy munkahely nem jön össze, vagy a rokonságot kikerül. Most én két éve csak szívok, tehát. Én is szívok, ezt most megmondom. Úgy szívok, mint a torkosborsz, ezt komolyan mondom. És szoktam mondani, hogy kedves lelki társaim, örülök, hogy legalább egymásnak vagyunk. Hát igen. Egy kis 20 éves koromban ilyen 40-50-60 éves barátaim vannak, és azon kapom a fejemet, hogy 20 év alatt eddig nem találtam magamnak tényleg úgy igaz barátokat. Pár a legjobb barátom, ezt gondolom magam. De egész életemben így voltam. Nem, szeretem az embereket, de valahogy, hogy mondjam, nem érzünk valahogy úgy együtt, tudod? Hát igen, ezért egész különben a párkapcsolatban is. De tudom. Én azt látom, főleg a szintet elértél. Ott vannak az emberek, mondjuk az ott vannak a pasikák, és Úramisten, tehát most lehet, tudom, hogy nekem vannak hatalmas igényeim, de mondom, én szeretném, ha olyan picit spirituális, elkezdek róla beszélni, és csak így bámul rám, akkor hát mondom... Elmondom, mi a probléma, ugyanaz, mint a legtöbb ilyen lánynál, mint nálunk is például, hogy nekünk már nem a test számít, hanem a spirituális lelke, hogy tudok vele beszélgetni, hogy mit csinálok. Ennyi az egész. Tehát ugye össze vagy zárva egy szobába vele, ott a szexet meg lehet tudni. De ott jön a beszélgetés. És engem nem érdekel a kocsmatöltelék, a sorozat, a hülyeség, a való világ, a stb. Hát hanem értelmes emberről a dolgokról a beszélgetés kész. Én azért voltam 10 évig házas, mert a férjem az éjszaka dolgozott. Én nappal dolgoztam. Sokáig tart a házasság alapja. Igen. Köszöntünk egymásnak reggel, meg este, hogy hello. Tehát ez így volt, hogy váltottunk egymást. Úgyhogy ez tényleg sokáig tartott, de hát nem tudom. Tehát a párkapcsolatban hát nekem aztán tényleg egy kezemen meg lehet számolni. Tehát én nem tudom.